Barcelona őrangyalai. A kifejezés nem csak képletes, hanem szó szerint is értendő, mert őrangyalok a neve annak a nemzetközi civil szervezetnek, amely New Yorkban alakult a 70-es évek végén, és mostanra 13 országban működik. A piros svájci sapkák ugyanazt képviselik Barcelona utcáin is, rendet és biztonságot, amennyire ezért állampolgári jogosítványokkal garanciát lehet vállalni. A járőrök egyik parancsnoka rendőr volt Angliában, és azt mondja, hogy ha lát valamit közbelép, neki az nem megy, hogy tétlenül nézze, ha történés van. Az őrangyalok eredetileg a piti bűnözőkre specializálódtak, és elég erélyesen léptek föl ellenük. Ezt idővel egyre többen vitatták, és ma sem egyértelmű, hogy a civileket mennyire nyugtatja meg a tudat, hogy a rendőrségen és a csendőrségen kívül az őrangyalokra is számíthatnak. A parancsnok azt meséli, hogy ma már főleg a meggyőzésre építenek, igyekeznek lecsendesíteni az embert, nem akarják verekedésig vinni a dolgot. Tény, hogy csapatban járőröznek, de ez biztonsági kérdés. Úgyhogy minden úgy megy, ahogy az elvárásként megfogalmazódott az elmúlt években. Barcelonában romlik a közbiztonság, egyre több a zsebtolvaj és szaporodnak a durva támadások. Ezek az akciók egyre brutálisabbak, gyakran végződnek halállal. Idén már 15 emberölés ügyében indult nyomozás. A barcelonai kriminológiai tanács egyik szakértője azt mondja, hogy nő azoknak a típusú bűncselekményeknek a száma, amelyek rontják a biztonságérzetet. A lakosság emiatt nem érzi magát biztonságban, összességében ugyanis nem romlott a bűnügyi statisztika. Los ciudadanos de Barcelona se han organizado para arról beszél, hogy a barcelonaiak úgy döntöttek, megvédik magukat, de a hatóságok arra figyelmeztetik őket, hogy óvakodjanak az önvíráskodástól. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a barcelonai rendőrség elkezdte azonosítani a civil járőröket, és sorra figyelmezteti őket, hogy súlyos bírságot kockáztatnak, ha olyan jogokat vindikálnak maguknak, amelyekkel csak a bűnüldöző szervek élhetnek. Ez a hölgy azt mondja, hogy persze ez elsősorban a rendőrség dolga, de ha egyszer nincsenek annyian, amennyien kellenének, akkor csak csinálni kell valamit. Másikuk szerint is sokat számít, hogy az ember úgy mehet ki az utcára, hogy tudja, lesz, aki megvédi, ha kell. Úgyhogy az őrangyalok nem tágítanak, ők bizony toboroznak és járőröznek, ameddig nem javul a helyzet. A nemzetközi szervezet barcelonai vezetője szerint már jelenlétükkel is zavarba ejtik a bűnözőket. A barcelonai rendőrség ezzel szemben állítja, hogy nincs vészhelyzet. Az Euronews úgy tudja, hogy jelentősen javult, mintegy 80%-kal nőtt idén a felderített bűntények aránya, miközben már majdnem 400-zal több rendőr dolgozik Barcelonában.